Szép jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves nézőket, önök a Heti TV-t, és a Pirkadat című reggeli politikai magazinműsorunkat látják. M. Kende Péter vagyok, és már is köszöntöm a stúdióban első vendégemet, Gosztonyi Gábort, a pedagógusok szakszervezetének a képviseletében. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Még nem volt itt, úgyhogy most kénytelen lesz egy kicsit várni még, mert a kötelező gyakorlaton túl kell essünk. Tehát a Luach a zsinagógai naptár szerint 5782-t írunk, és Áfavának 20. napja van. Ezzel szemben a Gergely naptár úgy szól, 2022. augusztus 17-e van, és szerda, amikor a játszintok ünneplik a névnapokat. Van egy jó, meg egy rossz hírem. A jó hír az időjárást illetően. 30 fok fölé fog emelkedni ma a hőmérőnek a higanyszála. Kellemes, igazi, rendben levő nyári idő lesz. A kevésbé jó hír, sajnos azok az a... Na, elnézést kérek. A Magyar Nemzeti Bank által között középárfolyamok. Az euró 403,6-onál, ezzel valamint az amerikai dollár 403,6, az amerikai dollár pedig 396,7-en áll. Ez annyira nem jó hír. Most nem tudom, hogy jó hírek vagy rossz hírek, de akkor nézzük meg, hogy mi újság a pedagógusoknál. Jó reggelt kívánok ismételten. Azt szeretném kérdezni legelőször, hogy mióta dolgozik itt az érdekképviseletnél, vagy az érdekvédelemben? Hát 2004-től voltam alapszervezeti titkár, és 2016 márciusába kerültem a alelnöki pozícióba. Akkor szeretném kérdezni, régi motorosról beszélünk. Meglepődött múlt héten a kormány álláspontján, amikor a tárgyaláson ezt ismertették, hogy az van, hogy amit mondtak. Meglepő volt, hogy azért számítottak rá? Hát az elmúlt 12 év tapasztalatét figyelve kevésbé volt meglepő. Azon lepődtünk volna meg, ha azt mondják, hogy teljesen igazatok van, és akkor szeptemberre úgy kezdünk, hogy 45%-os béremelést megadjuk, és akkor utána megnézzük, hogy hogyan lehet ezt indexálni. Nyilván számítottunk rá, hogy nem ez lesz a válasz. Továbbra is tehát teljesen világos, oké. Mi az a határ, amikor azt mondják, hogy most már elég legyen. Tehát, hogy mikor jutnak el odaig, amikor azt mondják, hogy ne tovább. Tehát az, hogy mi lesz holnap, jövőre, meg két év múlva, az már konkrétan senkit nem érdekel. Azt szeretnénk tudni, hogy jövő hónapban mi lesz a borítékban. Hát meg, hogy holnap. Mi lesz, mert gyakorlatilag itt tartunk már, tehát az a helyzet, hogy ugye a szakszervezet az tulajdonképpen a tagságot, illetve az adott munkacsoport munkavállalóit képviseli. Kollégák már tavasszal kifejezték az elégedetlenségüket, akkor ott azt mondták, hogy nézzük meg a választást, nézzük meg, hogy az új kormány teljesen függetlenül attól, hogy ki alakítja, hogyan alakul az oktatáshoz való hozzáállása. Tulajdonképpen a változás annyi volt, hogy az M-t azt földarabolták, és az oktatás valószínűleg Magyarországon meglepő módon a belügyminisztériumhoz került. Zárójelet nyitnék, ez mondjuk tőlünk nyugatabbra, fejlett demokráciában egyébként annyira nem lenne meglepő, ha a belügyminisztérium az nem a rendőrminisztériumot jelentené, Magyarországon még itt a hagyományok miatt bőven ezt jelenti, hanem mondjuk az önkormányzatisággal foglalkozó minisztériumot. Hiszen egyébként az oktatási intézményeknek hát minél nagyobb saját önkormányzatisággal kellene rendelkezni, és biztos, hogy nem ez a fajta fenntartói központosítás lenne az igazi út. Oké. Még mindig azt nem tudom, hogy mi az, amit a pedagógusok szakszervezete gondol, hogy minek kell történnie mondjuk december 31-ig. Tehát konkrétan mi az, amit minimum elvárnak a kormánytól. December 31-ig. Kezdjük ezzel. Hát a december 31-i az viszonylag egy jó időpont, mert bár ezt megint zárójelben mondom, hogy borzasztóan felháborítanak tartjuk, hogy az oktatásban dolgozók béremelését egy Európai Uniós forráshoz akarja kötni a kormány, és saját erőből egy fillérrel nem óhatja egyelőre kiegészíteni. De ha december 31-ig meg tudnánk abban állapodni a kormánnyal, hogy valódi ütemezés, valódi értékekről szólna, és azt mondják, hogy január 1-től valóban ezt a 45%-os béremelést megkapjuk, akkor, és utána folytassuk arról a tárgyalást, hogy az indexálás az hogy történik, mihez kötjük, valamihez muszáj kötni, mert ezt már egyébként világos. 2002-ben is elkövette az akkori Medgyessy kormány, 2012-ben ugye a második Orbán kormány, hogy
hozott egy nagyobb béremelést, megint csak azt mondom, hogy a 12-es azért egy jelentős munkatehernövekedéssel is járt, és utána ott hagyták, és elértéktelenedett a fizetésemelés. Ezt nem szabad megvárni, mert most már rettenetes nagy a baj. Tehát azt, hogy a pedagógusoknál mi a határ, folyamatosan mondanak fel a kollégák. Tehát arra hozzánk egyelőre nyáron az uborka szezonban is beérkező információk szerint nem egy, nem kettő, hanem 5-8-10 kollega jelenti be így augusztusban, hogy köszönik szépen, nekik ebből elég, és nem óhajtanak az oktatásban tovább dolgozni. Nézzük egy kicsit a munkakörülményeket. Nem tudom, itt az adás előtt, hogy beszélgettünk, hogy most cáfolták állítólag ezt a 20 fokos hőmérsékletbeállítást a tantermekben, vagy az iskolákban, de mégis egy másik hírról meg azt olvastam, hogy egy fővárosi gimnázium hát megkérje a szülőket, hogy ha tudnak, akkor járuljanak hozzá a fenntartáshoz. Mi lesz ennek a vége szerint? Tehát az, hogy nem tudom, tehát tök tanástalan vagyok. Szerintem a kormányzat is. Tehát azok az egymásnak ellentmondó intézkedések, amik itt sorra napvilágot látnak, ez inkább azt mondanánk, hogy egy brainstorming, egy ötletelés, mindenféle hatástanulmány és következmények vizsgálata nélkül, aztán mintha ezt élesben szeretnék kipróbálni. Igen, tegnap este a belügyminisztérium kiadott egy cáfolatot, hogy általában senki nem mondta azt, hogy 20 fokig kell az iskolákat fölfűteni. Bocsánat, kicsit másképp, tehát senki sem mondta, hogy 20 fokig kell fölfűteni, itt egy kicsit más a hangsúly, de csak egy gonosz megjegyzés. Igen, de hogy ilyen nyilatkozat nem hangzott. Igen. Ezzel szemben az előző napi különböző hírportálokon és újságban megjelent, idézettel jelent meg egy válasz, amit egyébként Kisfrodi helyettes államtitkárnak tulajdonítanak, ahol azt mondta, hogy ha eléri a 20 Celsius fokot a hőmérséklet, akkor nem kell tovább fűteni az iskolát. Ez ugye több sebből vérzik ez az állítás, és még egyszer mondom, mivel idézőjelel van, nem hiszem, hogy a sajtó egyébként sajtókat kockáztatna. Így van. Egyrészt ennek meg kéne nézni az egészségügyi vonulatát, ezt majd az egészségügyi szakemberek meg fogják tenni ennek a vizsgátát, de nézzük azt, hogy 20 fok, hol? Tehát eleve, hol legyen 20 fok? Van egy 3 emeletes intézmény, hol? A kazán mellett? Mert akkor nagyjából az épület másik sarkában, hát a 15-16 fok lesz, akkor azt gondolom, hogy sokat mondok. Azt tudjuk, hogy az elmúlt 12 évben a közintézmények és az oktatási intézményeknek az energetikai felújításával nagyon sokat nem foglalkoztak, tehát rengeteg olyan intézmény van, ahol a nyílászárok még nem a legkorszerűbbek. Úgyhogy nem tudjuk ezt a 20 fokot úgy elképzelni, hogy egyáltalán hol legyen. Másrészt pedig azt tudjuk, hogy azért a 20 fok 6-8 tanítási órában folyamatosan a diákok ott ülnek jó esetben egy órán és jegyzetelnek. Nem biztos, hogy ez a megfelelő. Akár a kezük elgémberedik már itt a harmadik-negyedik óra. Tehát másrészt nem tudnak annyi cugehőrt magukra venni már. A harmadik-negyedik pulóverben már lassan a karjuk sem mozog, hogy normálisan írjanak. Arról nem beszélve, hogy alulról, hogy kezdenek el felfázni. Tehát ez egy olyan rendelkezés, ami beláthatatlan. Egy dolgot tehetne egyébként a kormány, ha már így ezt a, úgy látszik, ezt az energetika politikát, meg ez az egész helyzetre kevésbé volt fölkészült, biztosítani kell az intézmények, az iskoláknak a rezsiköltségét, mert hogy egyébként se az idei, se a jövő évi költségvetésben egyetlen plusz forrás nem látszik ezeknek a költségeknek a világos megteremtésére. Arra volnék még kíváncsi, tehát kidőlt a beszélgetés elején, hogy egy tapasztalt szakember, hogy mi lehet annak az ok, hogy azt mondja a kormányzat, hogy drága pedagógusok, igazatok van, többé-kevésbé ezt mondja, de hát majd az Európai Uniós forrásokból fogom finanszírozni a béremelés, meg esetleg az egyéb reformköltségeket. Tehát, hogy miért pont ezt, pont a pedagógusokkal játsszák ezt el? Nem tudom, ugye először is mi voltunk azok, akik 12-ben a pedagógus életpályamodell bevezetésével az első olyan foglalkoztatási csoport voltunk, ahol ezt a ágazati törvényeket és különböző pályamodelleket bevezette a kormány. Hozzáteszem, hogy tehát az eredeti 2019 végén elfogadott nemzeti köznevelési törvényben az egyetlen abszolút vitathatatlan dolog az volt, hogy a pedagógusok bérét a mindenkori minimálbérhez kötik.
Tehát akkor úgy látszott, hogy a kormány belátja, hogy az értékkövetés, az értékállóság az egy fontos dolog. Igen. Aztán a 14-es választások után az első dolga az volt, hogy ezt eltörölte, és a 14-es úgynevezett 101.500 forinton, amit sikerült gránitba vésni, ez az összeg azóta sem mozdult el, itt fadasztották be a pedagógusok bérének a kiszámítási alapját, ezt elnevezték vetítési alapnak, és gyakorlatilag ez most már 10 éve változatlan. Hogy azért mondom, hogy volt egy pozitív elindulás, és valahol valamiért ez az egész ez megfordult, és tulajdonképpen a kormány az elmúlt 10 évben közoktatás trianonját valósítja meg, szanaszét szabdalja az eddig egyébként viszonylag egységesnek mondható dolgokat. 2020-ban a Covid kellős közepén ugye a szakképzést kiszakították a köznevelésnek a rendszeréből. Fölröppennek hírek, hogy azért a tankerületi kezelésben lévő iskoláknak is most lesz valami különleges jogállása. Ezt maga még Maruzsa államtitkár úr mondta, amikor 2019-ben azóta is méla és néma csönd van erről, hogy egy pedagógus státusztörvényt terveznek bevezetni, ami akármit is jelentett, mondtuk, hogy nincs ezzel gond. Mutassák a részleteket, és beszélgessünk erről, vitatkozzunk erről, érveljünk, és jussunk akkor megállapodásra, mert adott esetben lehet. Ugyanis a pedagógus életpálya modell szerinti fizetés, az most megint ez az életmodell ott tart, hogy gyakorlatilag ugyanúgy összecsúszik, mint a, hát mondjuk az, hogy a lánykori nevén közalkalmazotti bértábla, ugye most már tudjuk, hogy a 93%-a lefedi, a 93%-át lefedi a két minimáltarifa, tehát a minimálbér meg a garantált bérminimum. Na most ott tartunk, hogy egy pályakezdő és egy 14 éve főiskolai végzettséggel pályán lévő kollega fillére pontosan ugyanazt keresi, a garantált bérminimumot 260.000 forintot, és ez egészül ki a 20%-os úgynevezett ágazati szakmai bérpótlékkal. Ez nettóba 207.000 forintot jelent, tehát ez egy jó életpálya, hogy 14 évet lehúzok egy hivatással, és gyakorlatilag egy fillérrel nem emelkedik a fizetésem, maximum annyival, hogyha a minimál tarifák emelkednek. Mi lesz ezzel az életpályamodell? Milyennek kellene lennie ön szerint? Hát ez az életpálya, ez már halott. Tehát ez megbukott. Állítólag ugye be is ismert a kormány az hát Európa Bizottságnak küldött levelében. Így van, több olyan intézkedés van, ami erre utal. Létre kell hozni, bértáblára mindenképpen szükség van, hiszen a rendszerváltás óta a közszolgálatban dolgozók elfogadták, hogy a versenyszférnál egy kicsit kevesebb a fizetésük, de ugyanakkor egy sokkal kiszámíthatóbb. Tehát ha valaki elkezdte 91-ben a pályát, tudta, hogy 15-20-30 év múlva körülbelül ilyen fizetése számíthat, ez lesz a feladata, ide lehet eljutni. Ez a versenyszférában ma nincsen meg. Ami kellene, nyilván a fiatal pályakezdőket megtartani jó lenne, de nincsenek. Tehát az, hogy pályára vonzani a fiatalokat, ahhoz mindenképpen a pályakezdők bérét kellene drasztikusan megemelni, és ahhoz képest akár kisebb szorzókkal egy olyan bértáblát kialakítani, ami értékkövető, ami nem fog összecsúszni, ja, és egy olyan rendszert kell mellé kidolgozni, amiben a pedagógus és az oktatásban dolgozók nem válnak élő zombivá, tehát nincsenek agyonhajszolva, a többletmunkát kifizetik, nem rendelnek el számukra olyan természetesen csak szóban feladatokat, amit aztán azt kell mondani, a vatikáni valutában fizetnek, másban nem. Ez tarthatatlan világos állapot. Hát kíváncsi leszek, hogy mi lesz ennek a végeredménye, hogy arra is kíváncsi leszek, hogy milyen tanév is kezdődik szeptember 1-től. Köszönöm szépen, hogy itt volt, és remélem találkozunk még. Én köszönöm a meghívást, és amikor hívnak, jövök. Minden jót. Köszönjük szépen.